Miután az elmúlt hetek időjárásának köszönhetően számos helyen befagytak a természetes vízfelületek, tömegével érkeznek az emberek korcsolyázni ezekre a helyekre, ami bizonyos esetekben veszélyes is lehet. A Kovászna megyei Szent Iván laborfalván a helyi tűzoltók részvételével bemutatták, hogy mi a teendő a jég beszakadása esetén. Jégen beszakadt emberhez érkeznek a tűzoltók a Szent Iván laborfalvi fekete ügy befagyott partjához. Az esemény szerencsére csak szimuláció, amit a helyi fiatalok egyesülete az Uzoni önkéntes tűzoltókkal és a Salvatore egyesülettel közösen szerveztek, és aminek célja megmutatni az érdeklődőknek, mi a teendő egy hasonló baleset esetén. Úgy gondoltuk, hogy nagyon sok személy van, úgy felnőtt, mint fiatal, aki nem tudja, hogy olyankor megijedve mit is kellene csinálni. És akkor jött az ötlet, partnerségben az Uzoni önkéntes tűzoltókkal kitaláltuk, hogy akkor ezt valósítsuk meg. Az idénre pedig kibővítettük, hogy amiután a vízből kimentik az adott szemét, akkor utána a mentősök elsősegély ellátásban is fogják részesíteni, és részletesen el fogják majd ők is magyarázni, hogy mi is fog történni. Az Uzoni önkéntes tűzoltókat az elmúlt években szerencsére nem riasztották jégbeszakadásos esetekhez, csupán néhány bajba került állatot kellett kimenteni. De fontos tudni, hogyan lehet elkerülni a baleseteket, és ha már megtörtént a gond, mi a teendő. Betatlan szakadni, és nincsen segítség, kell erősen hangosan ordibálni, hát akkor a telefon lehet, hogy belesik a telefon a vízbe, és széttart karokkal megpróbálni, így a halúszásba, hogy elészökni, elébb, hogy tudjon felkuszni a jégre, hogy elkapja azt a részt, ahol vastagabb a jég. Olyan befagyott felületekre szabad csak lépni, ami áttetsző, és amin legalább 10 cm-es jégréteg található. Ha egyedül megy valaki, például horgászni, mindenképp értesítse hozzátartozóit hollétéről, mert segítség nélkül mindössze 30% esély van a túlélésre a jég beszakadása esetén. Ha többen mennek a jégre, ne egy csoportba korcsolyázzanak, hanem szétszóródva. Így is csökkentik a beszakadás esélyét, ajánlja a tűzoltó parancsnok. A szimuláció bemutatása után farsangi mulatság következett. A Szent Iván Laborfalvi Ifjúsági Egyesület hagyományőrző rendezvényének keretén belül bábóigetéssel és mulatsággal búcsúztatták el a telet.